Busz fordul ki Dombóvár fő utcáján. Ilyen járműből kevesebb közlekedik a városban mostantól. Mintegy 60%-kal csökkentették a helyi buszjáratok számát a kihasználatlanság miatt. A járat ritkításon 15 millió forintot spórolt a város. Pintér Szilárd polgármester azt mondja, erre az intézkedésre mindenképp szükség volt. A városban ma is csak jelenleg tömegközlekedésben 40% működik helyi járat, de azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, és rávilágítottunk, és kiemeltük a lakosságot előtt, hogy a helyközi járatokat is vegyék igénybe, hiszen azzal lehet pótolni ezt a kieső 60%-nak nagy részét. A sportegyesületek önként mondtak le a nekik szánt önkormányzati támogatás 25%-áról, ami nagyságrendileg 7 millió forintot tesz ki. Az önkormányzatnál a rendezvényekre szánt keretet pedig mindegy 50%-kal visszavágták. Ezentúl a konyhákat működtető integrált szolgáltató vállalatnál augusztusig 4 órás munkarendet vezettek be, tekintettel arra, hogy 1400 adag helyett 200 adag ebédet kell csak főzni. A művelődési ház és a könyvtár pedig bezárt 3 hónapra. A szeptemberi újraindulásig az ott dolgozók munkanélkül maradtak. Az óvoda 60%-on, a bölcsöde 90%-on működik jelenleg. Dombóvár polgármestere már akkor módosított a szabályokon és felemelte 5 főről 10 főre a csoport létszámot, amikor még a kormányzati enyhítés nem történt meg. Már az első napokban ugyanis közel 100 gyerek érkezett az oktatási intézményekbe, és a szülők folyamatosan jelezték, hogy vinnék gyermeküket. Pintér Szilárd azt mondta, a racionalizáló döntésekre azért volt szükség, mert a város a koronavírus járvány és egyéb intézkedések miatt jóval kevesebb pénzből gazdálkodhat. Nagy kiesés például az 54 millió forintnyi gépjármű adó, de egyéb bevételektől is elesett a település. Ha 2021-ben sem az önkormányzatokhoz folyik be a Dombóváron mintegy 100 millió forintnyi gépjármű adó, az további kérdéseket vet majd fel. Azt felől sem hunyhatunk szemet, hogy azok a vállalkozások, akik itt a válságban vagy a pandémiás időszakban nem dolgoztak, jövőre jóval kevesebb iparőrzési adót fognak fizetni, mint őt tették idén. Tehát azt gondolom, hogy az a hiány, amely ebből a helyzetből és egy kormányzati intézkedésből következett, Dombóvár esetében is meg fogja adni a 200 millió forintot. A beruházások azonban folytatódnak a városban. Így például a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése is javában zajlik. A Dombóvári Sport és Szabadidő Centrum is meg fog épülni, bár a források egyelőre még nem állnak maradéktalanul rendelkezésre.